Tisztelt Demján Sándor úr részére, Bőrvej község díszpolgára címet adományozunk. Mecénási tevékenységéért, mint egy köszönetként és elismerésként Demján Sándornak ítélték oda Bőrvej település díszpolgári címét. Nagyon sok gyerek, akiket adományozott az összeggel és az ösztöndíja, nagyon sokan végeztek egyetemet, tehát nem volt hiába valahol a munkája, az áldozata és az anyagia, amit megköszöntünk annak idején levélben is, és most sikerült közösen meghívjuk erre az ünnepségre, és ez volt a célunk, hogy kössük össze a kellemest a hasznossal, mert megérdemelte. Ez akkor van rendben a világ, ha nem csak a zsebünk, hanem a szívünk is tele van. Demján Sándor Magyarország egyik leggazdagabb embereként nem csak gazdasági, hanem számos karitatív tevékenységet is folytat. Ő alapította a Prima Primissima díjat is. Mint mondja, minden bizonnyal nehéz gyerekkorának köszönheti azt a szociális érzékenységet, amely arra ösztönzi, hogy vagyonának egy részét a nehéz sorsú gyerekek boldogulására fordítsa. A szegény gyerekek támogatását azért tartom fontosnak, mert a szegénységbe felnővők motiváltabbak, mint akik jólétben nőnek fel, és egy ország boldogulása, sorsa az a fejlődésen van, és az a statisztika az bizonyítja, hogy a szegénységbe felnővők motiváltabbak, többet tudnak hozzátenni egy társadalom fejlődéséhez. Demján Sándor szerint munkájáért számos kitüntetést kapott már, de az, hogy szülőfalujában is elismerik tevékenységét, külön öröm számára. A díszpolgári címet Bőrvej 800 éves fennállásának ünnepén adták át. Bőrvej első okiratbeli említése a Váradi jegyzékben volt 1216-ban, amikor a váradi apátok összeírták a környező településeket. Többek között a virágzó kulturális életnek köszönhető az, hogy 800 éven át meg tudták őrizni identitásukat. Részünknek érezzük ezt a 800 évet, mert nagyon erős kulturális tevékenység folyik jelen pillanatban Bőrvejben. Többek között a Lápi Lidércek Amatőr Színjátszó Társulat és a Bekek Néptánc Együttes. Hagyományunkból táplálkozunk, és éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szép magyar beszédet és a népi hagyományokat őrizzük és ápoljuk. Az évforduló alkalmával egy emlékművet is felavattak a település központjában.